Hunyadi Korvin Mátyás király, népszerű nevén Igazságos Mátyás, a tudományok támogatójaként és a legigazságosabb magyar uralkodóként, valamint népmesék hőseként vonult be a történelembe. Az oszmán fenyegetés és kiélezett politikai viszályok időszakában került a trónra az első olyan magyar uralkodóként, aki nem királyi családból származott. Neve a latin Corvinus szóból ered, mely hollót jelent, ezért holló királyként is emlegetik. Hunyadi Mátyás Kolozsváron született 1443. február 23-án a legendás hadvezér Hunyadi János és hitvese Szilágyi Erzsébet magyar nemesasszony fiaként. Hunyadi János több sikeres hadjáratot vezetett az oszmán birodalom ellen. A fiatal Mátyás gyakran kísérte el apját külhoni küldetéseire. A főbb szláv nyelveken kívül megtanult németül, olaszul, románul és latinul, így tolmácsként segített apjának a hivatalos találkozókon. Mátyás uralkodóként nem csak a magyarságra, hanem a többi európai nemzetre is jelentős hatást gyakorolt, és nem csupán katonai győzelmeivel, hanem az oktatás, a reneszánsz kultúra és a humanista gondolkodás terjesztése érdekében tett erőfeszítéseivel is. Magyarország az ő uralkodása alatt érte el a legnagyobb területi kiterjedését. Az ország határai nyugaton a mai Németországig, északon Sziléziáig, keleten a Kárpátokig, délen Dalmáciáig nyúltak. Mátyás királyt lenyűgözték az itáliai reneszánsz vívmányai, amelyeket Magyarországon is népszerűsített. Az akkori szokásoknak megfelelően hatalmas, több mint 2000 könyvből álló könyvtárat hozott létre. Ez volt a híres Bibliotheca Corviniana, mely Mátyás király korában a vatikáni könyvtár után a második leggazdagabb könyvgyűjteménynek számított. A budai és visegrádi királyi paloták az ő uralkodása idején épültek. Mátyás a szobrászat, a festészet és a költészet mellett a csillagászat és az asztrológia fejlődését is támogatta. A budai királyi udvarban gyakran fordultak meg olasz tudósok, akik Európa szerte dicsőítették Mátyás királyt és eredményeit. A
Az igazságos uralkodó felismerte, hogy a nemesek és egyházi méltóságok túlzott kiváltságokkal rendelkeznek, és igazságos törvényekkel igyekezett a jobbágyságot megvédeni a hatalmaskodók túlkapásaival szemben. Mátyás király személyét számos legenda övezi, és alakja sok népmese főhőseként szerepel. Íme egy példa. A kolozsvári bíró. Mátyás király idejében az uraknak nagy hatalmuk volt a parasztok felett, akiket fizetség nélkül dolgoztattak kora reggeltől napnyugtáig. Amikor ez utóbbiak a bérüket kérték, gyakran korbácsütéssel büntették őket. A jóságos uralkodó a saját szemével akart meggyőződni ezekről a visszaélésekről. Ezért egy nap fogta magát és parasztruhát öltött, majd elment a kolozsvári bíróhoz, akitől fizetség ellenében munkát kért. Fakivágással bízták meg, amit Mátyás el is vállalt. Miután végzett a munkával, kérte a bérét a bírótól, aki fizetség helyett 25 korbácsütést méretett rá. Ezután újabb munkát adott neki. Mikor Mátyás ezt is elvégezte, a kivágott fa darabokra ráírta: itt járt Mátyás király. Ezután hazatért a palotájába. Másnap reggel felöltötte királyi ruháját, befogatott a hintóba és visszakocsizott a faluba a bíróhoz. Megkérdezte, hogy hogy megy a parasztság sora. A bíró azt válaszolta, hogy soha nem volt jobb dolguk. Mátyás ekkor megkérte, hogy kísérje el egy sétára a gazdaságban. Amikor az általa kivágott farakáshoz értek, megállt és megkérdezte, ki végzett ilyen kiváló munkát és mennyit fizettek érte. A bíró azt felelte, hogy egy parasztember végezte el a munkát, mégpedig az iránta érzett szeretetből és tiszteletből. Mátyás ezután a fahasábokra mutatott, melyeken ott állt a felirat: itt járt Mátyás király. Majd így szólt: én aprítottam fel ezt a rakásfát tegnap, és ahelyett, hogy fizetést kaptam volna, 25 korbácsütést mértek rám. Most viszont én büntetlek meg téged, amiért nem bánsz jól a néppel, és amiért hazudtál nekem. Ezekkel a szavakkal 50 korbácsütésre ítélte a bírót.